Köszöntöm Önöket, ez itt a Szubjektív, október 31-e, a reformáció napja. Ennek kapcsán beszélgetek Orosz Attila, Bács-Fekete-hegyi református lelkipásztorral, üdvözlöm a stúdióban. Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket. 1517. október 31-e volt ugye az a dátum, amikor Luther Márton a Wittenbergi templom kapura kitűzte azt a 95 tételből álló cédulát. Itt ugye elsősorban az volt, ami kiváltotta a reformációt, hogy a búcsú cédulák ellen lépett fel, inkább így mondom, hogy a bűnbocsánatért az emberek, a polgárok, a hívők fizettek. Ez volt az egyetlen dolog, ami miatt elindult ez a folyamat? Ez egy hosszasabb folyamat valójában, mert mi úgy tartjuk, hogy ez a legnagyobb felekezeti ünnepünk. Ugye ez nem üdvtörténeti ünnep, hanem felekezeti ünnep, amely igazából az egyházi kalendárium szerint az egyházi évnek még az ünneptelen fél évében van, mert az advent első vasárnapjától kezdődik. Voltak előzményei a reformációnak, igazából, ha visszamegyünk egy kicsit a múltba, azt tartjuk igazából, mint ahogy a történelemben, ugye a forradalmaknak, meg a nagy eseményeknek van egy bizonyos dátuma, így a reformáció emléknapja valóban 1517. október 31-re tehető, ezért ünnepeljük október 31-én a reformáció napját. Azonban több évszázaddal ezelőtt már néhány folyamat megelőzte a reformáció kialakulását. Akkor, amikor látták azt, hogy az egyházi élet lezüllött, ha szabad ezt így mondani igazából, eltért nagyon Isten tanításától, a Szentírástól, akkor már az előreformáció korában néhány ember megpróbálta visszaállítani ugye a reformációt, illetve ezt a folyamatot elindítani, hogy az egyházat visszaalakítsák az igazi formájára, ez alatt pedig egyértelműen ugye a reformációnak a folyamatát értjük. Na most félig meddig sikereket értek el, de nem értek el teljes sikereket. A másik kiváltó ok az a reneszánsz meg humanizmus, mint folyamat igazából. Megint csak az egyházi életnek a lezüllése, degradálódása, az embercentrikus életforma kialakulása, a nagy felfedezések kora, megint csak Istentől eltávolították a korabeli embereket, és ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a reformáció folyamata igazából megérlelődjön. Na most itt érkezünk meg az 1517. október 31-i dátumhoz. Ezt is egy folyamat előzte meg, mert hát Luther Márton életében is sok minden lejátszódott, mire eddig a fölismerésig elérkezett. Ő is sokat vívódott, sokat tépelődött, olvasta a Szentírást, és nem elég csak olvasni a Szentírást, hanem valahol meg is kellett érteni, és eljutott arra a felismerésre Luther Márton, hogy Isten nem csak megítél, hanem meg is kegyelmez. És amikor eddig eljutott a római levelet olvasgatva, akkor döntött el, hogy hirtelen ugye az elhatározását tett és követi, és kiszögezte a Wittenbergi vártemplom kapujára ezt a híres 95 tételt, aminek a fő kiváltó oka, amit említett is itt az előbb, a búcsú cédulák, mert addig úgy tartották, hogy a bűnbocsánatot az pénzért meg lehet venni, Luther Márton pedig világosan tiltakozott ez ellen, próbálta azt bizonyítani, és sikerült is igazából, hogy a bűnöket csak az örökkévaló Isten bocsájthatja meg, és aztán egy olyan nagy hitbeli szellemi irányzattá nőtte ki magát a reformáció, mint folyamat, ugye ettől a dátumtól kezdve a 16. században, hogy végig söpört egész Európán is, hát egészen megváltoztatta ugye a korabeli társadalmi, meg hitbeli viszonyokat is, amelynek a következményeit még, hála Istennek, ma is érezhetjük. Ugye ott 95 tételről beszélünk, most maradjunk még egy kicsit 1517-nél. Ugye mindenki, vagy leginkább az emberek a legtöbbjében az a búcsú cédulák arra emlékeznek, vagy azt tudják, hogy emiatt volt az egész. Voltak-e még valamilyen fontos tételek, amiket ki lehetne emelni? Hát voltak még, tehát gyakorlatilag három emberhez kötődik a reformáció. Igazából Luther Márton többet megtartott még a római katolikus egyháznak a gyakorlatából, aztán későbbi utódai, de hogy maradjunk a 95 tételnél, végül is az egyházban való rendnek a helyreállítása volt a tétjes, ezeket taglalják, ezek a tételek egészen részletesen. Most ebbe úgy igazából belemenni nem annyira érdekes szerintem. A lényeg csak az, hogy hogy a kristálytiszta szentírási tanításhoz visszaformálni, illetve visszaalakítani az egyházat, hiszen a reformáció, mint folyamat is kettős értelemben bír igazából. Van egy szó szerinti jelentése, az a visszaalakítás, a lényegi jelentése, vagy a tartalmi jelentése, az pedig a megújulás.
Hogyan alakult a reformáció Európa más országaiban? Ugyanolyan erőteljes volt? Igazából három országhoz köthető a reformáció, Németországhoz, Svájchoz, meg Franciaországhoz. Magyarországhoz is. Magyarországhoz is, csak később. Igen. Magyarországhoz is, csak később, először még a kezdeti formájában, tehát Luther Márton köthető Németországhoz. Van egy másik kevésbé ismert reformátor, Zwingli Ulrichnak hívják, ő Svájc reformátora volt. Aztán Calvin János francia származású volt, de Franciaországban nem találtak igazából a tanai olyan szinten követése, hogy szerette volna, és akkor ő is Svájcba, Genfbe pártolt át. Úgyhogy igazából német területen terjedt el először Magyarországon, csak később, mert ugye a biblia fordításokat, hogyha nézzük, akkor csak 1590-ben fordították a magyar nyelvre a bibliát, tehát ott jóval később alakult ki. Ugye 1517-ben alakult a folyamat, és a rend visszaállítása volt a cél, vagyis a világias egyház, hogy visszatérjen Isten tanaihoz. Mikorra sikerült ezt megvalósítani? Mert ugye ez nem egyik napról a másikra megy mégsem. Hát itt azt is el kell mondani, hogy a reformátorok is egy picit átestek, talán ha szabad így fogalmazni, a ló túlsó oldalára, mert Zwingli elment egészen addig, hogy elemi dolgokat is igazából kivitetett a korabeli templomokból, még az orgonát is. Tehát az orgona, mint egyházi éneket kísérő hangszer, annak ott van a helye. Eltelt néhány évtized ahhoz, hogy ezek a változások megtörténtek, mert aztán ugye Calvin János inkább a tanításaiban próbálta meg az egyházat újjászervezni. Úgyhogy igazából gyakorlatilag két ága keletkezett a reformációnak, és itt van az alapvető különbség is, a Luther követi, a luteránusok, ma ágostai hitvallású evangélikusok, Calvinnak, Jánosnak a tanait pedig mi reformátusok követjük, tehát ez a két ága van a reformációnak. A luteránusok kicsit többet meghagytak a római katolikus egyház gyakorlatából, nálunk reformátusoknál ez kevésbé van jelen. Tehát itt jöttek azok a változások, hogy a templomaink ugye máshogy néznek ki. A Zwingli reformáció azt hozta magával, hogy a főoltár helyett az úrasztalát tették a templomnak a középpontjába, a mellékoltár helyett pedig a szószéket, ahonnan Istennek igéjét hirdetjük. Tehát több évtized kellett, mire ez a folyamat elérte a hatását. Még mielőtt áttérnénk a napjainkra, ugye a reformáció után egy ellenreformációval próbált visszavágni a katolikus egyház, mennyire volt ez sikeres? A reformáció után már kevésbé volt sikeres gyakorlatilag, mert addigra elérte ez a folyamat azt a célt, amelyet kitűzött maga elő, úgyhogy ezt nem is tartjuk annyira jelentős lépésnek. Amire ez a folyamat kihatással volt, az inkább az előreformációnak a folyamata, mert ott sikerült pápa intézkedésekkel ugye leállítani ezt a folyamatot, meg igazából bosszút állni azokon az embereken, akik az egyház reformációját megpróbálták előbbre vinni, mondjuk Husz Jánosra, hogyha gondolunk. Tehát akkor még a mágián való elégetéstől kezdve szörnyű eszközöket is használtak, de itt már nem annyira ért el a hatását. Mennyire van hatással manapság ránk a mintegy 500 évvel ezelőtt történtek. Érezzük mi ennek a kihatását, vagy gondolunk a reformációra? Igen, egyértelműen. A legnagyobb vívmánya a reformációnak az anyanyelvű szentírás. Tehát abban az időben már elkezdték lefordítani a jelentősebb nyelvekre, tehát német, angol, francia nyelvű szentírás. Már akkor is kézbe vettek az emberek, tehát megszüntették a latin nyelvű igehirdetést. Igazából kézzel foghatóvá, meg hatékonyá tették Istennek az igéjét. És ma, amikor saját anyanyelvünkön veszük a kezünkbe a szentírást, azt hiszem, hogy elsősorban a reformációra gondolunk vissza. És azt is el kell itt mondani, ha már erről beszélünk, hogy mi református keresztények, meg a reformáció többi egyházai nem igazából az egyház történeti jelentőségét vesszük alapul, vagy nem azt tartjuk nagy vívmánynak, hanem inkább azt a tettet, amit Isten véghez vitt a reformációban, a korabeli embereknek a szívében azt a változást, hogy ismét visszatértek Istennek igéjéhez, hogy tudták értelmezni Istennek az igéjét, és valójában meg is értették. És én azt hiszem, hogy ez óriási vívmánya a reformációnak. Ezt ma is meg kell tartani, és tovább kell vinni, mert ez nem egy egyszerű folyamat, hanem szüntelen reformálásra van szükség a mai egyházakban is, mindegyik felekezetet beleértve, nem csak a miénket. Hogyha egy pár mondatot kellene mondani arról, hogy milyen reformátusnak lenni most itt a 21. században, akkor mit mondana? Hát a 21. században azt gondolom reformátusnak lenni nagy kihívás.
nagy felelősség is valamilyen formában, mert óriási a kísértés a mai világban, ami kihat ránk. Gondolom mindenki érti, hogy körülbelül mire gondolok itt. Igazából a nagy kihívás alatt azt értem, hogy az őseinktől örökölt hitet, vagy amiben mi beleszülettünk, vagy amiben megkereszteltek, ma megtartani nem kicsi kihívás mindenféle szinten. Főleg ma, amikor ugye a templomaink lassan megüresednek, megtalálni azt a hangot, amivel oda tudjuk csalogatni az embereket, és nem is csak kihívás, hanem felelősség is. Bár lelkipásztorként elmondhatom azt is, hogy egyik a legnehezebb hivatásoknak, de ugyanakkor az egyik legszentebb, meg legszebb hivatás is a lelkipásztori hivatás. A református egyházban ezt ma is hiszem és vallom. Ugye mondja, hogy nehéz megtartani azt a hitet, és nehéz becsalogatni az embereket a templomba. Mégis hogyan lehet, vagy hogyan kell ezt megtenni? Hát egyrészt hatékonyan kell hirdetni Istennek igéjét. Tehát igazából a mába kell átültetni a Biblia távolinak tűnő üzenetét, úgyhogy megérezze a mai hívő ember azt, hogy róla van szó, hogy megérezze, vagy megértse azt az üzenetet, és a megfelelő következtetést is le tudja vonni, hogy igazából mit jelent ma nekem Isten igéje, mit üzen az én számomra. Na most úgy érezzük, hogy ma nem elegendő csak Isten igéjét hirdetni, hanem valami plusszat is be kell vinni a gyülekezeti életbe ahhoz, hogy érdekesebb legyen. Például mi ott Bács-Fekete-hegyen a Művelődés Egyesülettől is megpróbáltunk összefogni, hogy mindenki beleviszi a magáét, és akkor tudjuk a közösséget fejleszteni. Tehát például nemrégiben éppen a Szabadkai Dalkötőkórus járt nálunk, vendégszerepeltek, egyházi énekeket adtak elő, és hozott olyan embereket is oda a templomba, akik máskor nem jöttek, akik direkt ezért jöttek el. És akkor ilyenkor a Szentírás azt mondja, hogy a reménység nem szégyenít meg, ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy 10-ből hónap után egy ott marad, vagy állandó látogatója lesz az Isten tiszteleteknek. Az ilyen különleges események mellett ugye az ünnepek is, mint például a reformáció napja, az is összehozza a híveket? Igen, bár itt meg kell jegyeznem, hogy felekezeti ünnepről van szó, és mi Isten tiszteletet tartunk a reformáció napján. Egy picit talán kevesebben vannak ilyenkor az Isten tiszteleteinken, mint különben. Hogy ennek mi az oka? Általában hétköznapra esik, ugye ez az egyik, nem vasárnapra. A másik talán még a mi híveink sincsenek igazából tisztában a reformáció szellemiségével, azzal, amit Isten megtett, hogy miért is vagyunk mi reformátusok. Igazából talán kevésbé van hála a szívünk, vagy hálát adjunk ezért Istennek. Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy miért vannak kevesebben, de valahol én ebben látom a kérdéskörnek a lényegét. Na most egész héten vannak ilyenkor alkalmaink, mert ilyenkor megterítjük az úrasztalát, úrvacsorát is osztunk a vasárnapi istentiszteleten, és akkor egész héten bűnbánati istentiszteleteink vannak igazából. Ezek ilyen úrvacsorai előkészítő alkalmak, ez évente a nagyobb ünnepeink előtt van, tehát 6 héten van mondjuk egy évben ilyen alkalom. Vannak-e olyan alkalmak, biztos van minden ember életében olyan alkalom, amikor úgy érzi, hogy most neki közelednie kellene Istenhez, vagy valami történik vele. Ilyen megesett már önnel, fölkeresték a hívők valami miatt, vagy mi miatt keresik föl? Általában jellemző a mi híveinkre legalábbis, hogy nehezen nyílnak meg. Tehát ezek lelki gondozói alkalmak, de előfordult már ilyen eset. Vagy valami csoda történt vele, vagy valami jó történt az életében, és akkor úgy gondolta, hogy most meg kell állni egy pillanatra, hálát adni az Istennek, ez nagyon ritka eset. Vagy valaki hirtelen gyógyíthatatlan betegségből felépült, és aztán úgy érezte, hogy hálával tartozik Istennek, eljött, megkeresett velem, is megosztotta az örömét, és akkor onnantól kezdve örömben láttuk, hogy ott van az Isten tiszteleteinken. Tehát valami nagy horderejű dolognak kell történni ahhoz, hogy ilyen változásra szánja rá magát az ember. És ez csak egy emberről van szó. Ez az ember, aki mondjuk egy ilyenen megy át, egy fölgyógyul egy gyógyíthatatlan betegségből, vagy bármi, ő nem tudja utána bevonzani az ismerőseit, vagy mást. Erre nem nincs példa. Ritkán van példa erre. Ritkán van példa. Mi valljuk az egyetemes papság elvét, ez nem reformáció örökség, ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk egymás hitéért. És ez végül is itt kellene, hogy kikerekedjen, vagy kidomborodjon, hogy amit én hallok ott örömhírt, azt tovább kellene vigyem a másik ember felé, hát ha őt is meg tudom szólítani. Sajnos ez ritkaság.
Ami a reformáció napját, illetve hetét illeti, ugye itt Szabadkán is voltak ünnepségek, Bács Feketegyen mi a helyzet, ott istentisztelet van? Csak kizárólag istentiszteletet tartunk, külön nem emeljük ki ezt a hetet, igazából, amit már említettem is, hogy bűnbánati hetünk van, az mindegyik egy-egy külön istentiszteleti alkalom, tehát mi szerdától kezdődően tartjuk, az azt jelenti, hogy még plusz 3 istentisztelet a reformációja negyedik. Ez mit jelent, hogy bűnbánati hét? Mindenki jobban magába száll? Ezt kellene, hogy jelentse, akkor, amikor úrvacsorát veszünk, mert nálunk igazából az úrvacsora vétel csak a nagyobb ünnepeken van, tehát nincs minden isten tiszteleten, mint mondjuk egyes nyugat-európai vagy magyarországi egyházakban. És akkor ez egy ilyen bűnbánattartó alkalom, amikor kinek el kellene gondolkodni a saját bűnein, hálát adni az Istennek, az ő megtartó kegyelméért, hogy jó lelkiismerettel tudjon úrvacsorázni. Na most ez megint egy külön érdekes kérdéskör, hogy ezeket az alkalmakat sem sajnos nem látogatják túlzottan sokan. Mindig egy olyan 20-30 létszám van jelen, ami nem rossz, de mondjuk egy nagyobb közösségben több is lehetne. Erre a miért kérdése nyilván ugyanaz lenne a válasz, mint korábban. Hogy nem tudják. Rendben, mielőtt a stúdióba bejutunk volna, ugye említette azt, hogy vannak bizonyos fordítások, amiket elvégeznek. Mesélne erről bővebben? Igen, közeledünk a reformáció kerek évfordulójához, az 500. évfordulóhoz. Na most, a Magyarországi Református Egyház, de Nyugat-Európában is ez egy jelentős ünnep lesz majd. Már most is a reformáció éveiről beszélünk, és minden évben történik valami érdekesség. Többek között modern, mai magyar nyelvre fordítottuk le a heidelbergi KT-t, amíg az egyik reformáció korabeli hitvallásunk, 1563-as, tehát nagyon régi. Elavult nyelvezete volt a mai modern irodalmi, illetve beszédnyelvre fordítgattuk. Én is benne voltam ebbe a munkacsoportba, a mi egyházunkból, ez nagy megtiszteltetés volt. Ezen kívül Calvin Jánosnak, a legnagyobb reformátorunknak van egy főműve, ez a keresztény vallás rendszere vagy institúciója, idegen kifejezéssel élve. Ez pedig az én egyik volt tanárom, teológiai professzorom, dr. Buzogány Dezső kolozsvári egyháztörténész fordította le mai magyar nyelvre. Ez egy óriási munka, mert két vaskos kötet. Éppen mielőtt a stúdióba indultam, nézegettem interneten, hogy az Erdély Református Egyházkerületbe Kolozsvárot valamilyen kiállításra most mutatták be először, tehát ott láthatta a nagy érdemű közönség ezt a könyvet. Reméljük, majd mi is készhez vehetjük, mert... Mit tud erről, hogy fogadta a közönség? Hát erről a műről azt kell tudni, örömmel fogadták, mert nagyon nagy szükség volt rá, de azt tudom, hogy nagyon kevesen olvasták ezt a könyvet. Tehát igazából egy jóképzett teológusnak ez alapmunka lenne, de egyszerű egyháztagnak is, mert amit a hitről, a vallásról, a Szentírás üzenetének összességéről tudni kell, Calvin János azt mind letette. És ezt pont abban az időszakban írta Calvin János, amikor hát úgymond számüzetésben volt, tehát ő akkor is tartalmasan ki tudta az időt tölteni, még a Genf városában, vagy a Genfi gyülekezetben helyre kerültek a dolgok, amíg ő ott nem volt kívánatos személy, és akkor később aztán megint rájöttek, hogy neki folytatni kell azt a munkát, amit ott előbb elkezdett már. Viszont most ezekkel a fordításokon sokkal több emberhez eljuthatnak ezek a művek, és reméljük, hogy sokan el is fogják olvasni. Nem vagyok én ebben igazán biztos, mert a mai ember sajnos nem szeret olvasni, de eddig volt egy olyan visszataszító ereje ezeknek a műveknek, hogy nagyon nehézkes volt a nyelvezete, úgyhogy most nyilván könnyebben értjük. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen a meghívást.